Ebben a videóban a számítógépek felépítését ismerjük meg. A manapság használatos számítógépek közül kettőt látunk itt, amelyeket legtöbbször használjuk otthon vagy az utazáskor. Ugye bal oldalon az asztali gépet látjuk, monitor, billentyű, egér és maga a számítógép, jobb oldalon pedig mindez egybeépítve látjuk a laptopot. Ugye ez leginkább aznak praktikus, aki sokat utazik, hozzá viszi a számítógépét. Habár manapság egy kicsit kezdik kiszorítani az asztali számítógépet ezek a számítógépek. Illetve most már a másik, a táblagépek, amik nagyon kezdenek elterjedni, és hát ugye ehhez ott van mellett egy mobiltelefon, látjuk, bizony a mobiltelefon is már nagyon sok olyan szerepet átvett, amit régen csak számítógéppel tudtunk elintézni, ilyen például az internet kapcsolattartása. Nézzük kicsit közelebbről a számítógép felépítését. Az alaplap az egyik legfontosabb áramköri elem, fő feladata a CPU kiszolgálása és a számítógép alapvető áramkörének összekapcsolása. Ha ezt a képet megnézzük, akkor a kép körül látunk egy csomó feliratot, hogy mit hova lehet csatlakoztatni, mit hova kell bedugni, és milyen lehetőségek vannak még. Természetesen mindet nem használjuk föl, például ott alul látjuk, hogy van régi billentyűzet, egér, azaz a PS2-es csatlakozó, amit manapság már nem olyan nagyon használnak, az USB vette át ennek a szerepét. A CPU, ugye ez a központi feldolgozó egység, azaz a processzor. Szokták hívni a gép agyának is, amit én nagyon nem szeretek, de hát ízlés kérdése. Ez a programutasítások értelmezését és végrehajtását vezérli. Látjuk, egy jó nagy hűtőventilátor van a tetején és hűtőbordák alatta, erősen melegszik, tehát hűtés feltétlenül szükséges neki. Memóriát nézzük kicsit közelebbről. A RAM különleges hozzáférésű memória közvetlen hozzáférésű memória, egy véletlen elérésű, írható-olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatokat. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van. Kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek. És a másik? A ROM egy olyan elektrotechnikai eszköz, amely csak olvasható adatok tárolására alkalmas memória. Tartalma nem változtatható, az egyszer beégetett adatok véglegesek. Az eszköz a benne tárolt adatokat típustól függően korlátlan vagy korlátozott ideig, áramtalanított állapotban is megőrzi. Programok, illetve a programokhoz tartozó beállított értékek tárolására használják. Bővítőkártya. A számítógépet egy adott művelet elvégzésére vagy más eszközökhöz történő illesztésére alkalmassá tevő nyomtatott áramköri lap. A bővítőkártyák a gépen belül bővítőhelyekre illeszthetőek, amelyen keresztül valamelyik buszrendszerhez kapcsolódnak. A kártyák a legtöbb esetben külső csatlakozókkal is rendelkeznek. A legismertebb bővítőkártyák a következők. Grafikus kártyák, hangkártyák, hálózati kártyák, belső modemek, TV-tuner kártyák. Grafikus kártyák közül óriási a választék, nagyon drágákat is választhatunk, mint például ez itt, hűtőventilátorokkal, főleg játékokhoz, nagyon nagy igényű grafikák megjelenítéséhez való. Hát látjuk a választékot, vannak olcsóbbak, drágábbak is. A TV-tuner kártya, ez egy érdekes, ha ilyet beleteszünk a számítógépünkbe, akkor ezekkel TV-adásokat tudunk nézni, persze csatlakoztatni kell az antennát is hozzá, illetve rögzíteni, visszajátszani is tudjuk őket, amihez természetesen hangkártyára is szükség van. Ezek a hangkártyák manapság már legtöbbször az alaplapba integrálva találhatók. A modem, a modulátor és a demodulátor szavakból összetett szó egy olyan berendezés, ami egy vívőhullám modulációjával a digitális jelet analóg információvá, illetve a másik oldalon ennek demodulációjává újra digitális információvá alakítja. Az eljárás célja, hogy a digitális adatok analóg módon átvihetővé tegye. És most...
No hát ilyen volt régen, amikor az internethez csatlakoztunk telefonvonalon. A bemeneti eszközök azt a célt szolgálják, hogy valamilyen információ a számítógép memóriájába, háttértárába kerüljön. Azt valamilyen szoftverrel feldolgozzuk, illetve az operációs rendszert, vagy használatban lévő programokat irányítsuk. Szövegbevitel, billentyű kombinációkat a különféle programokban parancsokat adhatunk ki. A technika korszerűsödésével a fizikai billentyűzet egyes eszközökhöz nem kapcsolódik, hanem az érinthető képernyő részeként, vagy valamilyen más módon jelenik meg. Tehát a két fő eszköz, a billentyűzet és az egér, amit hát majdnem minden számítógépen alkalmazunk, illetve egér helyett ugye laptopon ezek a kis taperolós lapocskák használatosak. Jobb oldalon látunk egy olyan táblagépet, amin olyan billentyűzet jelenik meg, amit már megszoktunk egyébként a telefonokon is, azon tudunk bevinni adatot, illetve szöveget. Nem olyan egyszerű rajta bevinni, mint egy sima rendes billentyűzeten. Illetve alatt a jobb oldalon ez a pirossal kivetített kép, az egy mobiltelefonhoz tartozó eszköz, ami az asztalra vetíti ki nekünk a billentyűzetet. Szkenner. Elsősorban képek, fényképek digitalizálására használható. A jó minőségű nyomtatott szöveget szkennelünk be, megfelelő szövegfelismerő programmal szerkeszthető szöveggé alakíthatjuk. Hát természetesen inkább fényképeket szkennelünk vele, de ha van olyan dokumentumunk, amit mégis tovább szeretnénk szerkeszteni, és már nincs meg a fáj változata, akkor ezzel be tudjuk szkennelni, és tényleg át tudjuk alakítani szöveggé. Digitális rajzeszköz. Célja a szabadkézi rajzolás segítése a megfelelő programok AutoCAD 3D Studio Max ikon és billentyű parancsainak segítése, helyettesítése. Természetesen ebből is sokféle ilyen tábla van. Vannak olyanok, amelyek nyomásérzékenyek, tehát ha jobban rányomjuk a tollat, akkor vastagabb vonalat fog húzni. Hát ezek az eszközök, amiket nagyon nem kell bemutatni, játékokhoz különböző ilyen eszközöket találunk, a joystickot és egyéb más hasonlót, illetve alul látunk egy ilyen szőnyeget, amin hát így ugrabugrálni kell. Mikrofon, fejhallgatós mikrofon, természetesen hangok bevitelére, meghallgatására vonatkoznak, illetve használhatók. Webkamera ugyanezt a célt szolgálja, ugye most manapság már elég sokat beszélgetünk úgy az internet segítségével, például a Skype-al, hogy látjuk is azt, aki a túloldalon van, és ha van webkameránk, akkor ő is lát minket. A fényképezőgép természetesen digitális képeket készít, és hogyha csatlakoztatjuk a számítógéphez, akkor fel tudjuk dolgozni a képeit, ugyanez vonatkozik a mobiltelefonokra is. Monitor. A monitor a számítógép fő kimeneti egysége. A monitor VGA, illetve HDMI monitorkábel köti össze a videónapterrel, videókártyával, amely utasításai alapján jeleníti meg a kívánt képet. A számítógép folyamatosan küld jeleket a videóadapternek, hogy milyen karaktert, képet vagy grafikát kell megjeleníteni. Az adapter átfordítja ezt olyan pixelekké, amely segítségével a monitor meg tudja jeleníteni a képet. Projektor. A monitornak megfelelő eszköz, főleg oktatásban, prezentációnál használják. A nyomtatókat a fekete-fehér és színes nyomtatókra oszthatjuk. Ezeket a ikonokat fogjuk látni a nyomtatóknál. A régi nyomtatók közül említsük meg a margarétafejes, gömbfejest, amit én még láttam. Ezek ilyen írógépekből alakultak ki a számítástechnika hajnalán. A alul felsorolt néhány láncos, írórudas sornyomtatókat és lapnyomtatókat manapság már nem használják. Matrix nyomtatók. 9 vagy 24 tűs. Ma már elég kevés helyen használják, az egyetlen nyomtató, amelyel egy nyomtatási menet alatt több példányos nyomtatást lehet.